Köszöntelek a szeretett Tereműhely csatornáján. Most egy kis részletet szeretnék felolvasni az Anasztázia sorozat tizedik kötetéből, Vladimir Megre Anasta című könyvéből. Ha egy ember nem ismeri föl magában a teremtő által neki adományozott képességeket, akkor korlátozza a saját maga hatalmas erejét, és más formai megjelenés befolyása alá kerül, és azok elgondolásait önti anyagi formába egészen addig, amíg saját maga, családja, nemzetsége, országa, sőt az egész bolygó meg nem semmisül. Hol azt hallani, hogy az ember örök rabságra van ítélve, hol kísérleti nyúlként kezelik? Egy ismerősöm mesélte nemrég, egy könyvben azt olvasta, hogy az embereket bizonyos földön kívüliek alkották, most pedig energiáiból táplálkoznak, és mint ostoba lényeket tanítgatják az embert. Ha ostoba lény akarsz lenni, Vladimir, hidd el nekik. Ha a rabságban hiszel, megteremted magadban a rabot. Ha elhiszed, hogy az energiádból éltetik magukat, tudtod és beleegyezésed nélkül, akkor elsorvadsz, mert ezzel adod át saját energiáidat. Minden létezik, amit létezőnek képzelsz el. Az embernek, mint Isten fiának, jelentőségét születésétől fogva igyekeznek lealacsonyítani. Vedd észre, Vladimir! Mindig van valaki emögött, aki önmagát többre értékeli de tulajdonképpen nem tud több lenni és magasabb rendővé válni az embernél. Csak egy lehetősége marad. A magasabb rendőt lealacsonyítani és meggátolni a tökéletesedésében. Igen, Anasztázia, ebben teljesen igazad van. Valahogy mégsem tudok egy olyan könyvet vagy filmet sem felidézni, ahol az embert, a világegyetem legerősebb teremtményeként ábrázolnák. Mindig a Földön kívüliek az erősebbek. Ha pedig mégis emberek, akkor ők valami megfoghatatlan, Földön túli erővel vannak felruházva. Most értettem csak meg, milyen komoly befolyásnak engedelmeskedik az ember, és nem véletlenül. Valakinek nagy szüksége van energiáira. Ha az ember tényleg gyenge, és nem rendelkezne valamiféle ismeretlen és láthatatlan erővel, akkor miért kellene tőle félni? Akkor miért kell annyi erőfeszítést tenni, hogy az ellenkezőjét bizonyítsák folyton? Anasztázia, csak egyedül te tekintesz az emberre úgy, mint Isten fiára, és a világegyetem legerősebb lényére. Ez azt jelenti, hogy a te ember ábrázolási módod a legtöbb olyan elképzeléssel szemben áll, amely már több ezer éve alakult ki. Erőtlen és gyenge emberek számos változatát alkották meg. Különféle tanítások alacsonyítják le az embereket. Ezen dolgozik a világ sajtó és a média hálózata, rendezők, forgatókönyvírók, és ők sokan, nagyon sokan vannak, úgy néz ki, egyedül vagy, Anasztázia. Mégis bízol valamiben? Miben reménykedsz, Anasztázia? Miben? Saját eredendő mi voltamban, és a te eredendődben is, Vladimir. Az emberek eredendő mi voltában, akik már építik saját birtokaikat azokéban, akik a jövőben indulnak a saját eredendőjük felé vezető hosszú úton. Anasztázia, és még azt is mondják, hogy te nem is létezel, egyáltalán. És rólam pedig azt mondják, hogy nem az vagyok, és nem is olyan, ahogy a könyvekben szerepelek. Most értettem meg, hogy ezekkel a kijelentésekkel igyekeznek kitörölni az emberek elméjéből, az általad rólunk alkotott pozitív kép információit. A részben sikerrel járnak. A könyvolvasói között is vannak, akik bár építik családi birtokukat, mégis, ha nem említjük meg Anasztázia nevét, vagy nem beszélünk a könyvekről, akkor nem nevezik saját családi birtokukat családi birtoknak, mert esetleg a hatalom felé rossz fény sugalna ez az elnevezés számukra mindezért még különféle engedményeket is felajánlanak. És te, Lagyimír, hogyan viszonyulsz az ilyen ajánlatokhoz? Anasztázia, hogy őszinte legyek, már gondolkodtam ezen. Ha ezek a szavak bosszantanak valakit, talán jobb ki sem mondani, hogy jobban haladjon az egész? Megértettem, bár látszatra haladnak a dolgok, de nem biztos, hogy az ember számára megfelelő irányba. Már értem, azt akarják, hogy az Anasztázia, a családi birtok, Oroszország zengő szédrusai szavakat ne is ejtsék ki, mert mögöttük erőteljes energiaformák és információ jelenik meg. Szeretnék, ha az emberek felhagynának ezek emle emlegetésével, jól értem? Hogy ne, Vladimir? minden szó mögött van egy tartalom és információ. Néha egyetlen szó mögött olyan hatalmas információ tömeg sorakozik fel, hogy könyvek százai sem képesek közvetíteni, helyettesíteni ezt az egyetlen szót. Hiszen vannak olyan szavak, amelyek az emberekben különféle megjelenési módot, formát idéznek fel. Például a háború szó egyesek számára felszabadítást, mások számára zsákmányolást jelent. Minden esetre, ha kiejtik ezt a szót, az emberek képzeletében harcban álló országok, csaták és ütközetek képei, fegyverek és sok más jelenik meg. Bár egy szót említünk, a felidézett képek ugyan kissé különböznek, többségük azonban mégis hasonló. Családi birtok. Ez a két szó is számos megjelenési formát ölthet. Családi birtok. Ez egy olyan szó összetétel, ami mögött a legerősebb forma jelenik meg, amely képes az embert az isteni lét közegébe helyezni. Vladimir, döntsd magad! Az összetétel első tagja a család. A család az életbe egymás után érkező emberek sora, nemzetsége, melyek közül a legelső egyenesen Istentől jött. Minden ma születő ember a láncolat legelejére áll. Hatalmában áll saját családját, nemzetségét egyik vagy másik élettérbe áthelyezni. Kő lépekbe, vagy a családi birtok gyönyörű otthon terébe helyezni vagy akár teljesen megszakítani a családi kapcsolatot. Hatalmában áll családját Isten alkotta élelemmel táplálni, vagy olyan étteleletetni, ami nem hordozza a lélek energiáját. Miért beszélünk az ételről, Anasztázia? Az én elődeim már rég nem élnek. Minden elődöd egy része benned él, Vladimir. Ezek alkotják tested, és lelked is. No, persze, belőlük vagyok, de ez azt jelenti, hogy minden újonnan született emberre súlyos teher nehezedik, az egész család sorsának felelőssége? Igen, Vladimir, övé a felelősség, de mindenkinek megadatik a hatalom, hogy saját és családja sorsát alakíthassa. Egyetértek, hatalmat is kap. Az emberek többsége egyáltalán nem gondolkodik a családja sorsáról, valószínűleg az elődeik sem gondolkoztak. Tehát szétesett a család az ősöktől egészen az Istentől kezdődően szétszóródott, és most nem is létezik. Lagyi kérlek, gondolj bele. Családi birtok. Két szó. Egy szó összetétel. Amikor kiejtjük, az emberek még bele sem gondolt jelentésében, de a tudattalattia már is kifejezi igyekvő törekvését. Hely, ahol összegyűjtöm és elhelyezem az egész családomat. Az ember, aki családi birtokot hoz létre, egybegyűjtheti családja, egész nemzetsége lelkét, és azok hálásak lesznek ezért a hatalmas tettért mint őrző angyalok serege, vigyázzák majd a családi birtokot és az azt létrehozó embert. A világ mindenségben semmi, de semmi sem tűnik el nyomtalanul, csak egyik létből a másikba megy át. Amikor egy ember meghal, halandó teste a földbe kerül, abból fa növekszik, fő és virágok nőnek. Egyik létformából a másikba megy át. De mivé alakul, hova kerül a legfontosabb energetikai összetevő, az emberi lélek? Eleinte a, a fölött a hely fölött lebeg, ahol emberi teste fekszik. Néhány vallásban ezt megértették, nem adják rögtön át a földnek. Amikor az emberi testet temetőben helyezik örök nyugalomra, és föld öleli, a lelke a sírhely fölött lebeg. A rokonság a sír közelében van még egy darabig. A testet vesztett lélek a látás és hallás képességét is elvesztette, de érezni képes. Ha beszélnek hozzá, gondolnak rá. Ha szépet mondanak róla, jó érzés a léleknek. Ha rosszat, neki is rossz. Aztán az emberek elmennek a temetőből. A lélek egy darabig még a halom felett marad, ahol a testét eltemették, de már semmit sem érez, csak ürességet. A modern emberek mindennapi gondjaikkal terheltek, így gyorsan megfeledkeznek halott rokonaikról. A lakásaikban gyakran szinte semmi sem emlékeztet az elhunyt rokonaikra. Egy, öt vagy tíz év múlva senki sem emlékezik rájuk, és a halottak lelkei teljesen üres térben léteznek. És ekkor csak a nemrég elhunytakról beszélünk, de vannak még rokonaink, akik száz vagy ezer és millió éve éltek, és mindegyikük teljes feledésbe merül. A családi birtok megteremtését elhatározó ember egybe gyűjtheti egész családját. Ehhez el kell gondolkodni a rokonairól, elképzelni őket, és akkor felébred a lélek, megérzi, hogy gondoltak rá és azonnal a gondolat felvillanásának helyén terem, legyen az a világegyetem legeldugottabb szeglete is akár. Az ember nem emlékezhet összes rokonára, nem teheti azt sem, hogy állandóan rájuk gondoljon, de ültethet kisebb ligetet, lehetőség szerint családi fákkal, amelyek hosszú életűek. Ilyen a tölgy, a cédrus. A fák ültetésekor feltétlenül fontos családjára gondolnia, elindítani a gondolatot, és csendben kijelenteni. A családom emlékére ültetem ezt a fasort, vagy ligetet. Létrehozom a családi birtokomat, legyen ez minden valaha élő családtagom gyülekező helye, és azoké, akik a jövőben csatlakoznak hozzánk. Minden egyes fa ültetésekor fel kell idézni egy nemrég távozott rokon nevét, el kell őt képzelni, kedves gondolatokkal emlékezve rá. Az ember nem emlékezhet folyton okonaira percenként óránként, de a fák minden pillanatban őrzik a kapott információt. A családtagok lelkei megérzik ezt. A családi birtokod a te otthonod terében élnek majd, a fákat, növényeket és virágokat éltetve. A fák gyengébb energiát árasztanak, mint az ember, ezért állandóbbak. A lélek megérzi ezt. Először egy közeli rokon lelke jön ide, akire emlékeztél, később továbbiak vonzódnak fokozatosan a helyhez. Kilenc év múlva kisebb erdővé nőnek a kiültetett fák, és ezek különleges, hatalmas és áldásos energiával rendelkező fák lesznek. Ezt az áldásos energiát a nemzetség összegyűjtőjén és családján kívül senki nem érzi majd. Vladimir, el tudod képzelni, milyen szokatlan és jó dolgot teremt ezzel az ember. Akár csak a teremtő újból összegyűjti az időtávlatában szétszóródott nemzetségét. Anasztázia, hiszen azt mondtad, hogy a lélek, ez egy összetett energia, és halála után részecskéire eshet szét átadva azt a bogaraknak, növényeknek és állatoknak. Valóban ez történik, Vladimir, ha földi élete során a lélek, azaz energiakomplexum, nem él összhangban a környezetével, méghozzá olyan mértékben, hogy az veszélyt jelent az emberi létezés számára. A lélek teljes összetettségét az elhunytak akkor képesek megőrizni, ha a diszharmónia nem haladja meg a kritikus szintet újabb földi megtestesülésbe csak a magasabban fejlett, a harmóniában lévő részek léphetnek. Sajnos egyre kevesebben vannak ilyenek a világegyetemben, és a program a rendelkezésre álló gyengébbek közül igyekszik a jobbakat kiválasztani. És ha az én nemzetségem minden lelke szétszóródott, akkor egyetlen egy sem fog a kiültetett családi légetemhez vonzódni. Vladimir, mivel te létezel, ez azt jelenti, hogy a családi láncolat nem szakadt meg. És mi történik, ha az embert a családi birtokon temetik el? Ha az emberi testet a családi birtokon helyezik örök nyugalomra, amit maga épített, az ő lelke nem veti bele magát a világegyetem végtelenségébe, az otthon a terében marad, hiszen azon sokat munkálkodott, fákat ültetett. Kapcsolatot teremtett a Földdel. A semmit sem látó vagy halló, mégis érezni képes lélek érzékeli a melegséget, amit a növények árasztanak felé, ugyanúgy, ahogy az ember ott élő utódai is gyakran emlékeznek rá, az általa teremtett környezettel érintkezve. Hallottam egy esetet, amikor egy ismerősöm, kialakított családi birtokára látogatóba érkezett, a már idősödő édesanyja, aki nyolcvan fölött járt. Vendégségbe jött néhány napra, hogy megnézze, mit gondolt ki, és mind munkálkodik lánya a férjével. Később megkérte a fiatalokat, hadd maradhasson ott végleg. És maradt. Sokat üldögélt egy padon, néha a kiültetett fák között sétálgatott, és egyszer azt mondta lányának és fejének. Ha meghalok, kérlek, ne vigyetek a temetőbe, itt temessetek el. És egy helyet mutatott, amit maga választott ki. Amikor az idős asszony meghalt, lánya és veje, teljesítette kívánságát. Mi történik az olyan asszony lelkével, aki semmit sem ültetett a birtokon? A lelke a családi birtokon marad, még ha életében egyszerűen ott csak üldögélt a padon. Maga kérte, hogy ott temessék el, Halála előtt gondolt erre, és így az ő rokonai gyakrabban látogatják majd nyughelyét, mint egy temetőben, és gyakrabban is emlékeznek rá. Nem szabad az embert akarata ellenére a családi birtokon eltemetni, még ha maga dolgozott is rajta. Ha ilyen történne, feltétlenül elnézését kell kérni, oda kell menni, ahol eltemették, és gondolatban elmagyarázni, miért történt így, és segítségét kérni. Igen, Anasztázia, ez érdekes helyzet. Régebben tudtak erről az emberek? Értették ezeket? Természetesen tudták, Vladimir. Még a közelmúltban is sok ember családi kriptában helyeztek örök nyugalomra. Te is tudod. Az emberi lét korábbi szakaszában nem létezett temető. Csak akkor jöttek létre ezek a helyek, amikor olyan másokat kiszolgáló emberek jelentek meg, akiknek nem volt családi birtoka. Iparosok, kézművesek, szolgálók, különböző cselédek, fizetett harcosok. Amikor ők meghaltak, el kellett temetni őket, testüket, rokonaik nem lévén, félre első gödrökbe dobták, ahová beteg állatok testét is. Jobb esetben közös sírhelyek betemették őket. A temetők kicsit később, akkor alakultak ki, amikor nagyobb városok létesültek, ahol sok család élt többek között jó módúak is. A tehetős emberek kisebb területeket vettek meg, ahová elhunyt rokonaikat temették el. Hasonlóan tettek a többi családok is. Ennek következtében kezdtek a temetőben is elkülönülni a mai értelemben vett elit, a középréteg, valamint a cselédek részére fenntartott helyek. Eddig gondoltam a könyvrészletet elolvasni, és egy fontos dologra hívnám fel a figyelmet, a földbe, illetve a családi birtokra való temetkezést, ugyanis Anasztázia többször is beszél a könyvekben arról, és itt is ebben a felolvasott részletben, hogy az az ember, aki a családi birtokán lesz eltemetve, annak lehetősége adódik, hogy oda szülessen vissza valamelyik Unokája, a dédunokája, a ők unokája képében, és tovább dolgozhasson a saját szeretetterén. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ezt nekünk kell megoldani, lehet, hogy nem az én generációmnak, de a következő generációnak, hogy újból lehessen temetkezni saját birtokon. Sőt, Anasztázia tovább megy, ő már látta és látja, a rádióaktív sugárzás, illetve a sugárzó anyag hulladékként való elhelyezését, és azt javasolta, hogy ezek a családi birtokok legyenek a jövőben a rádióaktív sugárzó anyagoknak kis területeken, tehát kis mértékben, kis mennyiségben való elhelyezésére. Mert a családi birtok ezt is el fogja majd bírni. Tehát tudja majd semlegesíteni ezeket a sugárzó dolgokat, de, de tulajdonképpen minden hulladékot, amit, amit termelünk, képesek leszünk. Az egyik korábbi részletben felolvastam a, a jövő gyermekeiről szóló részt, ahol ezek a különleges képességű gyermekek a baktériumokkal való kapcsolatteremtési képességükkel, le tudnak bontani bármit. Tehát vasat, műanyagot, bármilyen hulladékanyagot. A jövőben a hulladék eltakarítása, a hulladék hasznosítása is egy megoldandó kérdés lesz, már most is az, de jelenleg még nagyjából mafia kezében van a hulladékkezelés. Ez fog változni. Én bizakodó vagyok mindenképpen. Tehát a családi birtokok nagyon sokféle, Szempontból értékesek lesznek. Most még nagyon az a folyamat elején vagyunk, de egyre több családi birtok épül. Én, amikor az anasztázia könyveket először olvastam, ugye, mivel oktató vagyok, ezért a főleg az iskola részére vetettem rá magam, és elkezdtünk iskolát szervezni, aztán nagyon hamar rájöttem, hogy családi birtokok létesítése nélkül iskolákat elkezdeni, balgaság egy régi szóval élve. Tehát butaság, mert csak akkor van értelme egy iskolának, ha a, nem csak a gyermekek, hanem a szülők is úgy élnek, ahogy egy ilyen iskolában már az oktatás zajlik, tehát ők maguk is valamiféle földel kapcsolódóan családi birtokokon élnek, és a Földanyával felveszik a kapcsolatot szinten is, az élelmiszer táplálkozásuk szintjén is, és a gondolataik szintjén is, hiszen az az ember, aki családi birtokon él, és nagyjából magának termeszti meg önellátó módon az élelmiszert, amit megeszik, az nem fog szennyezni, az nem fogja bántani a Földet, hanem azzal harmóniára törekszik. Még visszatérve a temetőkre, láttam egy jó megoldást Agostyánban, ott van egy ökofalú, az Agostyáni ökofalú, és ott már elterjedt az a szokás, hogy egy-egy fa alá lehet temetkezni, ott hivatalosan el van intézve ez, tehát ez szabályos, és szerintem ez a nyitánya annak, ami majd a jövőben is fog történni hogy az emberek újból földbe kerülnek, mert uh, volt egy uh, VNTV-s beszélgetésem a Horányi Ágival, és ott a, a beszélgetés végén, uh, azt hiszem tavaly vettük föl, júliusban, pont egy éve azokat a felvételeket, kettőt is, és arról uh, beszélgettünk, talán nem is volt nyilvános, de most így elmondom, hogy, hogy Ági szerint uh, az a legnagyobb baja a földanyánknak, hogy nem kap információt rólunk, a, az, a, az a testünk állapotáról, és így nem tud velünk kapcsolatba kerülni, mert mi sem lépünk vele kapcsolatba. Tehát ezt rendezni kell majd hosszú távon. Tehát nem azt gondolom, hogy mi most fogjuk itt rendezni, de hogy ebbe az irányba el kell indulni a gondolkodásnak, és mindenki, aki érintve van ezen könyvek által is, a zöld könyvek által is vagy bármilyen más nagyon jó kezdeményezések által, azoknak el kell kezdeni együtt gondolkodni a jövőbeli megoldásokon, amik mind a temetkezést, mind a, a jövőbeli gyermekek oktatását, mind az embereknek a természetre való visszahangolódását kell megcélozza, és újból az egészséges táplálkozását. Tehát én nem haragszom azokra, akik városokban élnek, én is éltem városokban, és lehet, hogy még fók is, de az, hogy mit eszünk, milyen élelmiszert viszünk be a szervezetünkbe, az egy városban nem jól megoldott. Egy családi birtokon, ahol szeretettel gondozzuk a növényt, és annak a termését fogyasztjuk, ami ott terem, ami, ami, amiben a mi jelenlétünk is ott van az teljesen más minőséget hordoz, ezt most tapasztalom, amióta saját kertem van, hogy mennyire más minőségeket kapok, azáltal, hogy azt eszem meg, amit saját magam termesztek, és hogy mennyivel kevesebb kell belőle, és mennyivel táplálóbb, és én mennyivel tudatosabb vagyok azzal kapcsolatban, azzal az étellel kapcsolatban, amit megtermesztek. Tehát ott nincs felesleg, nincs kidobálás, ott teljes felhasználás van. Ennyit szerettem volna most mondani nektek, és kíváncsian várom a nyár hozta történéseket a fesztiválokat, találkozókat, amire ahol újból fogunk találkozni. A következő találkozunk július 22-én lesz abonyban, annál a tűzmadárnál, amit közösségi erőből építettünk. Nem sokára fogok egy kis filmmel jönni, hogy kinek mit jelent közülünk, akik építettük a tűzmadár, és ö, ö, remélem, hogy minél többekkel fogunk majd ott találkozni, és a tűzmadárnak a, a használatával kapcsolatban, és ö, mindennel kapcsolatban, ami, ami azt érinti, ö, majd még több információt fogok ö, megosztani, fogunk megosztani. Ö, ez az első tűzmadár az országban, és reményeink szerint nem az egyetlen, hanem egyre több fog épülni. Már kaptunk jelzéseket, hogy itt is, ott is szeretnének. Ezek a tűzmadarak, ezeknek a tűzmadaraknak a mentén is tudunk kapcsolódni, majd ezek találkozási pontok lesznek, ahol, ahol ahol össze tudunk gyűlni, és meg tudjuk beszélni a, a, azokat a dolgokat, amelyek bennünket foglalkoztatnak, és amik, amiknek a közös megoldásán kezdhetünk el majd gondolkodni, dolgozni, együttműködni. Mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!